A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi gazdasági évnyitó című konferenciáját, melyen ezúttal a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke is mondott beszédet. Az idei rendezvényen Orbán Viktor egyebek mellett arról beszélt, hogy a jobboldali kormányok a válságoktól nem szoktak megijedni, mert ilyenkor láthatóvá válik az emberek számára, miért jó, ha ilyen érzelmű kormányuk van. Hozzátette, arra is szeretné felhívni a magyarok figyelmét, hogy nem vagyunk átlagos nemzet. Éppen ezért fontos szerinte, hogy az elmúlt 100 év legsikeresebb évtizedét tudhatjuk magunk mögött. Orbán Viktor a keddi konferencián kijelentette, a tendencia szerint a koronavírus világjárványá válik, amelynek komoly, egyelőre felbecsülhetetlen hatása lesz a gazdaságra nézve is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a gazdasági szakembereknek kell megmondaniuk, hogy melyik ágazatban milyen segítségre van szükség. Arról is beszélt, hogy április végére szeretné, ha a kamara elkészítené azt a dokumentumot, amelyből kiderül, pontosan miben van szükség kormányzati segítségre. Hangsúlyozta, a célzott ágazati problémákról kell tudniuk ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak segíteni. Szavai szerint mindehhez megteremtik a pénzügyi feltételeket. A konferencia résztvevőitől pedig azt kérte, minél hamarabb becsüljék meg a lehetséges gazdasági következményeket, melyeket a kamara felé jelezzenek majd. A 2020-as és 21-es költségvetést újra kell terveznünk. Sok milliárd eurónyi gazdasági korrekciós alapokat kell létrehoznunk, ehhez mindenki hozzájárulására szükség lesz, mondja Orbán Viktor. Hozzátette, elképzelhető, hogy új gazdaságvédelmi akciótervet kell létrehoznia a kormánynak ezek alapján. A kormány elfogadta az operatív törzs ajánlását és lemondta a március 15-ére tervezett központi ünnepséget, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a hétvégén az MTI-vel. A közlemény szerint bár Magyarországon csak egyedi fertőzések vannak és gócpontok nincsenek, a múzeumkerti ünnepség az ország legnagyobb rendezvénye, ahová Magyarország minden pontjáról érkeznek emberek. Ezért biztonsági okokból az operatív törzs ajánlását elfogadva a kormány úgy döntött, hogy az idei évben a március 15-i múzeumkerti nagy ünnepséget lemondja, hangsúlyozták. Az önkormányzati ünnepségeknek, helyi rendezvényeknek országos kihatásuk nincs, ezért azokról a helyi rendezők döntenek, olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága nem javasolja a határtalanul programban meghirdetett tanulmányi kirándulások megtartását márciusban a koronavírus járvány terjedése miatt, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Az államtitkár háttérbeszélgetésen kérdésre azt mondta, reményeik szerint a május-júniusi programokat már meg lehet tartani. Hozzátette, rugalmasan kezelik a már aláírt szerződéseket, és a támogatások elköltését is át lehet ütemezni. Megjegyeztem, amióta a koronavírus fertőzés a Kárpát-medencében is megjelent, alaposan áttekintették a helyzetet. Kérik, mindenki tájékozódjon, mielőtt útnak indul, noha a vírus terjedése a Kárpát-medencei régióban sokkal lassabb. Potápi Árpád János az MTI kérdésére elmondta, a járvány a testvértelepülési programokat is érintheti, ezeknél is azt javasolják, hogy a márciusi rendezvényeket ne tartsák meg. Az elmúlt 10 évben radikális irányváltozás történt a nemzetpolitikában, így megerősödtek a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségei, mondta a nemzetpolitikai államtitkár kedd reggel az M1 műsorában. Potápi Árpád János hangsúlyozta, sokat tettek azért 2010-től mostanáig, hogy ezeket a közösségeket megerősítsék. Megváltozott például a támogatáspolitika, és a külhoni magyarok mind jobban érzik, nem csak hátrányt jelent számukra a származásuk, hanem előnnyel is jár. Kiemelte, a 2010-es évek közepén indult gazdaságfejlesztési pályázatoknak, programoknak köszönhetően mára nem csak kulturális, hanem gazdasági szempontból is egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni. Elmondta azt is, a 2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve programsorozattal a legfontosabb céljuk, hogy olyan erős kapcsolatrendszert építsenek ki a különböző települések, intézmények, egyházak között, ami aztán elszakíthatatlannak bizonyul. Potápi Árpád János hétfőn azt közölte, hogy az általa vezetett államtitkársága az idei tematikus esztendő programjaira 1 milliárd forintot biztosít.
Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu program keretében. 10 milliárd forint értékben lehet pályázni úthíd és járda építésre, illetve felújításra. Jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. Gyopáros Alpár elmondta, a programban az 5000 lélekszám alatti települések önkormányzatai és önkormányzati társulásai pályázhatnak. Ismertetése szerint az önkormányzati tulajdonban lévő utak és hidak építésére, illetve felújítására elnyerhető legnagyobb támogatási összeg 30 millió forint, míg járdák építésére vagy felújítására maximum 5 millió forintot lehet igényelni. Közölte, a támogatás bel- és külterületi utak felújítására, építésére egyaránt felhasználható, és a megszokottól eltérően nem csak meglévő aszfaltburkolat felújítására lehet pályázni, hanem földutak aszfaltozására vagy murvásúttá alakítására is. Hozzátette, a pályázat arra is lehetőséget ad, hogy a települések támogatást igényeljenek az állami utak mentén fekvő nem önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására, illetve építésére. A pályázatokat április 8-ától május 8-ig lehet majd beadni, ismertette Gyopáros Alpár, hozzátéve, hogy 50-60 napon belül döntenek a támogatásokról, és azt követően át is utalják a teljes összeget. A magyar gazdaság növekvő teljesítményének köszönhetően az előző évihez képest az adócsökkentések ellenére is jelentősen emelkedtek 2020. február végéig a költségvetésbe beérkezett adóbevételek. Az általános forgalmi adóból 56,4 milliárd forinttal, a személyi jövedelemadóból 40,1 milliárd forinttal, a társasági adóból 35,3 milliárd forinttal több folyt be, mint az előző év azonos időszakában. A kormány intézkedéseinek így a 6 éves béremelési és adócsökkentési megállapodásnak, a családok otthonteremtését támogató programoknak, a foglalkoztatáspolitikai és a gazdaságfehérítő lépéseknek köszönhetően az elmúlt években jelentős mértékben erősödött a magyar gazdaság. Hazánk uniós összehasonlításban is kiemelkedő 2019. évi teljesítménye, a bruttó hazai termék közel 5%-os növekedése, a 14%-os beruházás bővülés és a nettó keresetek 11,4%-os emelkedése megfelelő alapot biztosítanak az idei esztendőre is. A kormány szándéka szerint folytatódik a magyar gazdaság versenyképességének erősítése annak érdekében, hogy az uniós átlagot legalább 2% ponttal meghaladó növekedési ütem fennmaradjon. Az elmúlt hetekben is tovább drágult az élősertés, és mivel a húsipari cégek eddig csupán költségnövekedéseik egy részét tudták érvényesíteni, további áremelkedés várható, írja keddi számában a Világgazdaság. Egy év alatt forintban számolva már több mint 50%-kal emelkedett az élősertés ára. Ez nagy részt az uniós piaci folyamatok leképezése, hiszen Európában több mint 40%-kal nőtt az európai átlagár, és a forint gyengülése is kivette a részét az emelkedésből, mondta a lapnak Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Ez közvetlenül hat a magyar árakra, hiszen azok legtöbb esetben az európai, azon belül is a német árakhoz vannak kötve. Az elszámolás pedig forintban történik. A Hússzövetség elnöke szerint egyelőre úgy tűnik, hogy az élősertés éven belüli árának alakulása követi az unióban sok éves átlagban kialakult normát, vagyis az évelei alacsonyabb árak után február-márciusban elkezd emelkedni, és ez hagyományosan kitart az év közepéig. Csak hogy az idén mindez egy sokkal magasabb szintről történik. Ezek alapján a húspiacon a közeljövőben nem számíthatunk árcsökkenésre, csak extrém piaci szituáció esetén. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden korábbinál nagyobb keretből biztosít összesen 28 millió forint támogatást országhatáron átnyúló kerékpáros túrák megszervezéséhez. A tárca a nemzeti összetartozás évében minél több helyi közösséget szeretne bevonni a májustól októberig tartó esemény sorozatba. Az önkormányzati és civil szervezők április elejéig nyújthatják be pályázataikat. A kerékpárral 7 határon át pályázat 2015 óta támogatja a határon átívelő kerékpáros rendezvényeket.
A támogatással megvalósult programok száma rohamosan nőtt, míg az induláskor még csak 9, tavaly már 66 túra megszervezését segítette minisztériumi forrás. Az esemény sorozat célja a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szomszédos országokkal, különösen azok magyar lakta térségeivel fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. Az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok lehetőséget teremtenek a kiépült, kijelölt kerékpáros útvonalak bemutatására, a kerékpárosok vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítására és elmélyítésére, a gyakorlati kerékpár használati ismeretek megosztására, a csoportos kerékpározás kultúrájának terjesztésére. A támogatott rendezvények útvonalát úgy alakítják ki, hogy a túrák résztvevői megismerkedhessenek a határmenti régiók, települések kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékeivel. 2020-ban 187 útfelújítási projekt valósul meg 582 kilométeren 95 milliárd forintból, mondta az Információs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Mosóczi László elmondta, hogy 2010 és 2019 között több mint 6000 kilométernyi utat hoztak rendbe 755 milliárd forint értékben. 2016 és 2020 között 280 milliárd forintból több mint 900 út minősége javult meg 2400 kilométeren. Tavaly a Magyar Közút ZRT beruházásaiban országszerte közel 160 utat sikerült megújítani, 500 kilométeren 65 milliárd forintból, fűzte hozzá az államtitkár. Mosóczi László emlékeztetett arra, hogy 2 éve indult, és tavaly minden eddiginél nagyobb ütemben folytatódott az M1-es autópálya rendbetétele, és 2020 végéig Budapest és Tatabánya között mindkét irányban összesen 71 kilométernyi szakasz helyreállítása fejeződik be 22 milliárd forintból. Szilvai József Attila, a Magyar Közút ZRT vezérigazgatója elmondta, hogy a tél látszólag enyhe volt, de a változékony időjárás miatt tavaly november 10-től eddig több ezer tonna aszfaltot dolgoztak be a 32 ezer kilométernyi országos közúthálózat burkolati hibáinak ideiglenes megszüntetésére. Felújítás előtt áll az egykori szlovák-magyar határátkelő területe Észak-Komáromban. Egyszerre 2 szinte egymás mellett elhelyezkedő körforgalmat alakítanak majd ki a volt Vám területen. Február végén tartották az építkezés alapkőletételét, jelenleg pedig a terület előkészítése zajlik. A munkálatok várhatóan áprilisban kezdődnek meg, és augusztus második felében végződnek majd. Az építkezések keretén belül összesen 2 darab körforgalmat alakítanak ki. Az egyik a jelenlegi kereszteződés helyén a Pokol Hotel közvetlen közelében kap helyet, míg a másik az Erzsébet híd lábánál, a pénzváltónál épül majd ki, ahol egy új parkolót is létrehoznak. A 2 körforgalom megépítése mellett a tervek között kövezett járdák építése és 2 buszleállósáv kialakítása is szerepel. A város a modernizációtól azt reméli, hogy pozitív hatással lesz a közlekedés biztonságára, és hogy általa mérséklődnek majd a torlódások. Idén útjára indul a FEBO Fesztivál. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából megvalósuló fesztivál sorozat ingyenes kulturális programokon keresztül erősíti a szlovák-magyar határmenti régiók turisztikai vonzerejét és a régiók közötti partner kapcsolatot. Az igényes zenei koncertekre épülő eseménysorozat állomásai Eger, Mosonmagyaróvár, Nagymaros, Kisvárda, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Észak-Komárom és Fűr. Észak-Komáromba április 30-a és május 1-e között zajlik majd a fesztivál. Összesen 8 helyszínen valósul meg a FEBO 2 napos fesztivál. Az első napon helyi partnerekhez kitelepülve zenés és tematikus gasztronómiai programmal, a következő napon pedig a városközpontban egésznapos rendezvénnyel, koncertekkel és egyéb kulturális élményekkel várják a látogatókat. A fesztivál szervezői kiemelt figyelmet fordítanak a lokális értékek, a helyi gasztronómia, borászat, népművészet és a természeti kincsek bemutatására,
valamint a régió magyar és szlovák turistái számára egyaránt vonzó programjainak népszerűsítésére. Csütörtökön országszerte napos, meleg időnek örülhetünk, csapadék nem lesz, a délnyugati szél erős lesz, 16 és 21 fokra számíthatunk. Pénteken a megnövekvő felhőzetből eső, záporeső várható, erős lesz az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Szombaton a közepesen felhős ég mellett néhány órára mindenhol kisüt a nap, az északnyugati szél erős lesz, 9 és 14 fokra melegszik a levegő. Vasárnap sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem lesz, élénk lesz az északkeleti szél, a hőmérséklet csúcsértéke 9 és 14 fok között alakul. A jövő hét elején többnyire gyengén felhős vagy derült lesz az ég, viharossá fokozódik a délkeleti szél, 12 és 17 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.